Köszöntöm nézőinket, ez a Sopron TV, benne pedig mozaik című műsorunk. Itt az asztalon pedig két lábos, és elnézést, hogy nem a vendéggel kezdtem, de hihetetlen mód, ilyen még nem volt a Sopron televízió. És a lábosok története. Én is itt vagyok. Így van, <laughs> itt van egyébként Szekeres Kriszt, a Prokultúra Nonprofit KFT közművelődési munkatársa, akit sok szeretettel köszöntök. Na mi is a lábosok története? A lábosok története az, hogy a Szent Márton napra készülünk, ezen az, ebben az esztendőben éppen vasárnapra. Esik. November 11-e Márton napja, amit hagyományosan a Lisztközpontban központban egy családi nappal ünnepelünk, illetve tavaly elkezdtünk egy olyan jószolgálati tevékenységet, hogy mindig valamiféle karitatív dolgot is hozzákapcsolunk, hiszen Szent Márton, aki annak idején a köpönyegét megosztotta a koldussal, mind a mai napig tulajdonképpen a felebaráti szeretet jelképe is. És hát mi is szeretnénk ezt a szeretetünket kifejezni. Ebben az esztendőben egy lábosnyi szeretet néven hirdettünk egy mozgalmat. Ami azt jelenti, hogy a hátrányos helyzetű családok számára tartós élelmiszert szeretnénk ezen a napon gyűjteni, úgyhogy bárki, aki jön a Szent Márton napra, akár a vásári részére, akár délután egy gyerek foglalkozásra, akár este a hagyományos lampionos felvonulásra, hozhat magával lisztet, olajat, nem baj, hogyha kilóg a ö, lábasból, akkor is lesz helye, ö, hozhat magával bármit, amit ebbe beletehetünk. És nem csak a programokra várjuk őket szeretettel, hanem ilyen formán egy kicsit a, a a karitativitásra, a másokért való felelősségvállalásra, mindarra, amire Márton is tanít bennünket. És... Szóval esett már a programokról is. Akkor igen. nézzük, nézzük, hogy áll össze maga a vásár. Gondolom az a liszt igen. Központ előtt nagyjából, és a liszt Központban pedig a műsorok. Igen, igen. Bár műsorszám lesz azért majd a liszt központ előtt is. 10 óra és 6 óra között üzemeltetjük ezt a kis mini Szent Márton vásárunkat a ház előtt, ahol finomságokat is lehet kóstolni, szép dolgokat is lehet vásárolni, nem is elemzem ezt pontosan, hogy mi minden lesz, jöjjenek és nézzék meg. Adományokat is lehet leadni, és az egyik le legfontosabb elemennek a vásárnak, hogy a soproni középiskolások is partnereink voltak, és ők a diák önkormányzati vezetők, vagyis a dök elnökök, dök magos pogácsával készülnek erre a napra. Ez azt jelenti, hogy minden iskola süt pogácsákat, és azt hozzák ide a, a, vásárra, amit adományok fejében meg is lehet kóstolni, és ezzel az adományjal is természetesen az egy szeretetet támogatják. A házban délután kettőkor kezdődnek a programok kettőtől egészen hatig. Ezúttal lent a népmesepont és a pincepont termeit, zegeit, zugait fogjuk belakni. Lesz egy piros lábasos játszóház, akit az ország másik feléről, Debrecenből hívtunk el erre a napra. Ők ezek ilyen hasonló piros lábasokkal játszanak majd, gyerekekkel, felnőttekkel, idősebbekkel is, mert sok mindenre jó ez a piros lábos. Hívtunk természetesen vendégprodukciót is, ezúttal a Mesebolt Bábszínház érkezik, egy mesejátékkal, aminek az a címe, hogy batuták kalandjai, ez egy bábjáték lesz, és a, nem kell megijedni, ez egy ugyancsak piros lábassal, vagy sütővel hadakozó vitéznek az egyik alteregója, hiszen tulajdonképpen ez egy Vitéz László történet, de a Vitéz László pirossapkás figurája nem csak itt Európában közkedvet hanem Afrikában is, csak ott úgy hívják, hogy Batutá. Na szóval ő lesz most a vendégünk ezen a délutánon, aztán a népmesepontban pontban kőlevessel lehet játszani, a kő Vúmával dolgozunk, hát ha nem is azt mondom, hogy fazékba való a kőleves, de a mese szerint mindenképpen a fazékba való lesz. És ö, ismét ö, vendégeink lesznek a Benedekelek pedagógiai kar hallgatói, akiknek a segítségével ö, mécseseket, lámpásokat készíthetnek, tököt faraghatnak, különböző libási játékokat játszhatnak, úgyhogy azt gondolom érdemes lesz ezt a programelemet is meglátogatni, felkeresni. Ha város plébános úr is vendége Igen, lesz ennek, Igen. A, ennek a napnak, ő neki mi lesz tulajdonképpen a szerepe? a mesejátékunk előtt fél háromkor uh, Horváth Imre város atya megáldja azt az életfa amit a népmesepont falára felfestettünk, illetve nem is mi, hanem a Handler iskolának a díszítőfestő osztálya felfestett, uh, hiszen ez egy uh, régóta létező szimbólum, és a város egyik építészeti örökségének most a falra kerülését láthatjuk, és egy ünnepi pillanatot kerestünk az atyával, amikor méltó módon uh, megállthatja mindezt, és talán a Szent Márton nap erre a legalkalmasabb. Szerintem is tökéletes. Százdíban egy sorban, illetve lampionos felvonulás, ezek már egy mozgalmasabb részei. Igen a mozgás alatt azt értem, hogy nem helyben történik. Igen, bár a százliba egy sorban egyébként tulajdonképpen a, a, Petőfi iskola táncosainak bemutatóját takarja, akik ilyen libatipegős táncokkal is érkeznek majd, és a, a vásári forgatakban fellépnek délelőtt és délután során is. De a lampionos felvonulás az nagyon népszerű szokott lenni ezen a napon. Délután 5 órakor várjuk az érdeklődőket a Liszt központ előtt, akár a nálunk készülők is lámpásokkal, de hozhatnak otthonról is gyertyákat, mécseseket, akár úszó mécseseket is, és aztán a Bánfolvi Ovisok kis műsora után együtt elindulunk a belvárosban, és meglepetés vendégekkel fűszerezzük ezt a sétát. Hét Helyen meg fogunk állni a séta során, és a hét állomásnál Szent Márton legendáival fogunk megismerkedni, és ismerkedhetnek meg nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek is, azt gondolom. Talán emlékezetes lesz így a sötétben együtt találkozni ezekkel a, ezekkel a történetekkel. És aztán a sétánk a petőfi téren a Szükők útnál ér véget, ahol is mécseseinket, lámpásainkat a vízre fogjuk helyezni, ott úsztatni fogjuk őket. Szent Márton utolsó útja ugyanis a a Loár nevű folyón ment végbe, és ezt szeretnénk egy kicsit emlékezetesen megidézni, és azt gondolom, hogy egy olyan meleg, bensőséges, szeretetteljes képpel távozhatnak innen haza a családok, amik talán megmaradnak a következő Márton napig minden bizonyjal, egyébként úszó piros lábasok is lesznek kivilágítva. Ez egy nagy összefogás, ha, ha, ha most így belenézek a, a papíromba, hiszen hiszen a jótékonyság, a, a... Diákok, hallgatók bevonása ebbe, a, ebbe a, a Szent Márton napi ünnepbe. Ez nem kis munka Nem kis munka, és az a tervünk, hogy, hogy ez a Márton nap egy kicsit mindig a, a, Libba Sültön, a az újbor kóstoláson kívül, ez is egy nagyon fontos hozadéka és járuléka ennek az ünnepnek, azért ne felejtsük el, hogy honnan indul a Márton nap legendája, hagyománya, és egy kicsit mindig a önmagunk és a mások iránt való tevékenységünket is értékelni tudjuk ezen a napon, és ezért nagyon klassz, hogy tényleg akiket megszólítunk partnerként együttműködésben szívesen jönnek és segítenek, és, és akár távolabbról is eljönnek, hogy részesei lehessek ennek a programnak. Úgyhogy én ajánlom ezt a programot mindenkinek, annak is, aki csak arra jár és nézelődik, annak is, aki csak egy kiló lisztet hoz, vagy egy tábla csokoládét, mert lesz annak a tábla csokoládénak helyen még nagyon üresek ezek a lábasok, és sok lábasunk van. És ami a legörvendetesebb, hogy az idei esztendőben ezt a jótékony gyűjtést a Szent Márton házzal összefogva tudjuk megvalósítani, hiszen ők azok, akik igazából tudják, hogy kik azok, akiknek a lábasába bizony szükség lenne sok mindenre. És nem sokára erről fogunk beszélgetni majd Vigné Kovács Margittal. Szekeres Krisztának köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és remélem, hogy nagyon sok lábas fog majd megtenni. Én is remélem, köszönöm. Stúdiónk vendége, most már Vigné Kovács Margit, a Szent Márton házat működtető határok nélkül alapítvány elnöke, akit sok szeretettel köszöntök. Én is sok szeretettel köszöntöm a nézőket is, és reményeim szerint a Szent Márton nap résztvevőit is. No, akkor mi is lesz a sorsa tulajdonképpen annak a remélhetőleg sok-sok felajánlott adománynak, amely, amely ezen a november 11 i napon érkezik majd a, ide, ide a központba. Én, én, itt először szeretném megköszönni a Liszt és személy szerint Szekeres Krisztának is, hogy behívott bennünket ebbe a programba. Mi még nem akartunk kezdeni a az adventi karácsonyi gyűjtésünket és az egyéb programjainkat, de olyan jó volt az ötlet, hogy elindítottuk a program neve Segítő Szeretet Ideje, és ebbe a programba vezér programként jött elő ez a Szent Márton nap, illetve az általatok is felajánlott lehetőség, hogy Szent Márton naptól karácsonyig ismerje meg a tévénéző, a soproni ember, hogy mi is történik ezekben a segítő központokban, segítő programokban, mi történik azokkal az emberekkel, akiket segítünk, kik azok, kik a segítők. Tehát ez egy ilyen bővebb, hosszabb idő, ezért ezt a nevet adtuk neki, hogy a segítő szeretet ideje. Ehhez a lökést, a nagy rugást, azt a Szent Márton napi Program adja, amit a művelődési ház előtt ö, kezdődik, de nekünk ugyanebben az időpontban már ö, éppen az ötletre építve ö, lesz egy ö, élelmiszergyűjtésünk a Tesco-ban is. Lehet mondani? Lehet, lehet, természetesen, hiszen tudni kell a, a nézőknek is, hogy, hogy hol tehetnek még tanúbizonyságot adakozásukról. És hát ugye itt, itt a, a iparkörúti üzletről van szó, ott lesznek majd azok a, a segítők, ugye, akik részt vesznek a, ebben a programban. Mert uh, ahhoz, hogy, hogy uh, ide fejlődjünk, azért nagyon sok segítő kellett. Az elmúlt években közel száz fő az, aki ha lódulunk, és azt mondjuk, hogy most gyűjtés, vagy most élelmiszerosztás, vagy most ö, ruha, vagy játék, vagy egyebek ö, gyűjtése, osztása, akkor ők nekünk segítségünkre jönnek. Gyakorlatilag ö, megjelöltük a feladatot. Egyrészt a folyamatosan segítségre szoruló közel 400 családunk, aki sopronban és környékén él, illetve egy távolabbi program, mert nem csak, nem csak élelmiszer gyűjtünk, hanem infokommunikációs eszközöket is, tehát számítógépeket, laptopokat, okostelefonokat, mindazt, ami egy középiskolásnak esetleg segítségére lehet, mert nagyon-nagyon nagy szükség lenne azokban a családokban, ahol okos, jól tanuló gyerekek élnek, és erre bizony még élelmiszerre sem mindig jut nekik, de erre végképp nem. Tehát indul egy, egy program, aminek, aminek a, a Szent Márton napi gyűjtés a gerince. Ezt a tartós élelmiszert, ezt a soproni családoknak szánjuk. Tavaly is tavasszal is, nyáron is, tehát amikor gyűjtések vannak, akkor azért juttatunk annyit egy-egy -e családnak, ismerjük a családnagyságát, mert vannak egyszülős családok két gyerekkel, három gyerekkel, kétszülős családok nagyszülőkkel, négy gyerekkel, tehát azért tudjuk, hogy hogy ezek a csomagok hova kerülnek, és tudjuk, hogy mekkora az a, a csomag, amit számokra készítenünk kell ezekben a csomagokban, ahogy ezt előbb Kriszta is elmondta, kerül liszt, só, rizs, száraz tészta, olyan konzervek, amelyek, amelyek elállnak. Nagyon kellenek egyébként a konzervek, mert 60 hajléktalan, akinek most ugyan van tető a feje felett, de továbbra is az étkezését biztosítanunk kell, várja ezt, ők rendszeresen be is járnak hozzánk, és havonta kétszer meg is kapják a konzerveket, vagy azokat az ételeket, amelyekkel ők azért boldogulni tudnak. Ennek a segítő szeretetnek, amelynek az idejét most kezdjük, ennek lesznek rendezvényei. A Mikulás napunk, Mikulás napi rendezvényünk, ahol Szent Miklós püspök jelenik meg a rászoruló gyerekeknek, az a Szent Mártóházban lesz, az angyali dobozok gyűjtése az iskolákban lesz. Ezeket a dobozokat, ahogy eddig is a soproniak kapják, ha olyan nagyon sok gyűlik össze, mint tavaly például, hogy több mint ezer, akkor azt Magyarország valamelyik jól működő, de nagyon szegény községének ajándékozzuk. Most már két éve a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyház által működtetett hodászi iskolák kapják, ott több iskola is van, mert ott olyan jól működik a roma pastoráció, hogy mindenki dolgozik, minden gyerek iskolába jár, munkájuk van, stb. 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 tehát tudunk rajtuk segíteni. Viszont nagyon elszaladt az időnk, lejár lassan a műsoridőnk, és megígérhetjük nézőinknek, hogy még sok mindenről beszámolunk a, a karácsonyi tartó időszakban, a, amit, amit, egyébként a Szent Márton ház folytat. Én annyit szeretnék kérni így végszóként, hogy egy picit bíztassuk a soproniakat és a Sopron környékieket, hogy minél többen jelen legyenek a november 11-i Mártonnapi rendezvényen, és akkor még egyszer mit, mit lehet hozni, mi, mi az, amivel tudunk Tartós élelmiszer, tisztít kutató szertédességeket, ö, okos eszközöket, mert azért ezek nem foglalnak olyan nagy helyet, játékok, könyvek, ruhanemű, ezt a szemmártóházba kell majd adott időpontban, amikor jelezzük. És ide pedig akkor a, a lisztközpontba lehet hozni tartós élelmiszert, ki, amennyit csak ö, bír. bír. És, és mind kérünk mindenkit, hogy gondoljon a szegényekre, mert nagyon nagy szükségük van rá. Még Nél Kovács Margitnak nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és bízom benne, hogy tényleg nagyon sok adomány össze fog gyűlni itt a hétvégén. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk viszontlátásra.